Sziasztok, emberek, és itt vagyunk, itt van velem Dave! Szevasz! És belevágunk a folytatásába az űrhajós űrkalandos űrhajós űrkalandos, és már az történt itt az előző részben, hogy hú, de szép ez a buggy, hogy lettek állataink, megcsináltuk nagyjából hozzávetőlegesen a házikót is. Továbbá az űrhajóban az atmoszfér stabilizálizet, azt megcsináltuk. Most megyünk az engine locationre. Szóval Dave, legyen ez a rész, hogy elmegyünk az engine locationre. Mit szólsz? Hát szerintem rászánhatnánk arra is egy részt, hogy kaját csinálunk, vagy innen. Akkor feltankulunk kajával, de várjál, hát kaja az még van egy csomó nekem. Csak szójász, adok! Szójászt adok! Szójászt adok! Tessék! Adhatok! Na, tenyészteni kéne az állatokat, nem? Mit szólsz? De nem tudjuk, mert egy azonos állat sincsen, Dave. Nem baj. Majd a disznót nézve. Nem baj! De én nem. Nem az a lényeg. Vagy a Nem az a lényeg. Félig ember. Nem, na, várjál. Tehát megnézzük, mi ez a tojás amúgy. Az a már izé volt. Megnézzük, igen, a silverfish, de várjál, én nem vagyok ebbe biztos. Pillanatra. Igen. Még nem vagy benne, nem állsz biztosan a helyzeteddel. Úgyhogy várjál egy pillanatot, még ide lerakom a világító lámpáimat. Jó? Megengeded nekem? Annyit még annyi még belefér, Dave? Kéken villognak ezek a ízek. Mik? A lángcsobák. Mi? Neked is? Nem ott villog. Kéken. De nálam kék a ízé lángcsó. Ne üsd már ki. De kiütöm. Ne üsd már ki. Lol, au. Na, van egy nyers birkahús. Hú, ez miért egy kukac? Olyan undi. Jó, elrakom a chestbe azokat, amik nem kellenek nekem. Cíklamak, nekem pedig ételre van szükségem. Milyen ételre? Röm, hallottam, ahogy rázom. Röm, jó, tudod csinálunk mi? Elfogyasztok egy nyúragút. Jó étvágyat, Dave. Köszönöm. Én egy kis csokis kekszet. Jó, mit is akartuk? Ja igen, eljutni ehhez a ponthoz, ami itt van. Ez valószínűleg még nem lesz olyan messze, és nem lesz olyan kalandos, úgyhogy itt irány a kocsival. Én azt mondom, hogy a kocsival haladjunk mégiscsak. Jó van, Dávid, én támogatom az ötletet. Na. Te szálljál be elsőnek. Oké, és csak... Várlak. Várjál, mert... Lepakolok én is. Ja, jó van. Persze, azt még megengedem. Bár úgyis izé van, szóval, hogy... Úgyis mi? Mondjad! Hát úgyis... Mondjad, te állat! Gyerünk, engedd ki! Nem kell. Mit engedjek ki? Nem tudom. De az nagyon... Nyers tőke. Na, hát Dave, mi kell még neked? Mit akarsz lepakolni? Semmi, jól. Leraktam mindent. Fenyőmagot lepakolom, a többi az meg kaja mind. No! Na! Szálljál be! Én is beszállok, és akkor én mehetek. Irányítok. És ugye abba az irányba megyünk. Jó, akkor most elvileg jó irányba. Amúgy kellene neked egy izé térkép. Csak ne itt át a tűzön. Mehetem. Hát, azt se jártam. Várjál, jó, akkor álljunk meg, szálljál ki. Oké, én is kiszállok és adok neked egy térképet, nézd ezt. Köszönöm. Oké, szálljál be, én is, és akkor így mehetünk, és mondjad merre van, és tiszta Dakar lesz. Várjál, de Dakar. Most akkor mi a cél, Dávid, mi a cél? Hát, hogy eljussunk ahhoz az X-hez, ami ott van a térképen. Ja jó, hát akkor... Jó helyen vagyunk? Ne, most nagyon hülye helyre mész. Várjál. De David nem tudod. Jó, állj meg, és akkor tudlak koordinálni, csak annyira ott össze-vissza. Jó. Na. Most gyakorlatilag... Még balra. Jó irány? Nem, bal. Így? Nem, így. Most ez már rossz. Jobbra. És még jobbra. David, állj már meg. Kíváncsi vagyok, merre fordul. Oké, most meg kéne fordulni valószínűleg, és arra elméletileg. Amerre most jön fel a nap. Erre? Egy kicsit hülyén mutatja, de most majd arra. Nézd, milyen állat van itt. Ezt majd hazavisszük. Itt jó helye, jó irányban vagy? Nem, most balra. Egy 90 fokos fordulattal. Várjál. Dávid, nagyon hülyén izér ez a térkép, ember. Mondd inkább te nekem. Jó, mert ez... de várjál. Mert... Össze-vissza forog, meg össze-vissza teleportálgatunk vele, meg ilyen. Jó, add ide. Nagyon izér, nagyon add ide pajtás.
Majd én irányítok. Na, gyere. Hoppá. Jövök. Oké, okay. Induljál meg a fa felé. Figyeld meg, hogy nem arra kell most. Oké, okay, álljunk meg. Hoppá. Erre kiugri. Oké, okay, itt vagyunk elvileg. Ezért megérte kocsival jönni minden. Több idő vett el azzal, hogy végre útirányba legyünk. Elvileg itt lesz valahol. Vas. Alvilági kvarc. Elvileg ó, itt, nekem eltörött. Eltörött a csákányom. Eltörött a csákányom. Megjön ezt a lovat. Aki egy szkeleton amúgy. Titokban. Titokban. Huncutul egy ló. Hoppá, várjál, itt óvatosan, mert itt tele van lávával az egész vidék. Jó, majd ezt földeléted ott egyedül. Jó, csak nehogy az legyen, hogy végül te nem jössz, mert nem tartja a kedved. A szénblokk, az Isten verje meg. Na várjál most. Mi van vele? Mi van a szénbe? A minden igaz, akkor ennek itt kell lennie. Te Jézus Isten, Dév. Hát ezt hogy szerezzük meg itt? Nem. Dév, találják ki valamit, légy szíves? Megpróbálok. Gyere. Vagy, okay. David. Mi az? Mi történt? Hallgatlak. Biztos, hogy arra akarunk menni? Mármint, hogy itt le kell ásni a föld alá, meg ilyenek. Hát itt jelzi a térkép, itt az X. Te kocsival jöttél, vagy mivel jöttél gyalog? Itt vagyok gyalogja. Ja. Ó, szevasz. Hello, pajtás. Várjál. Itt jelzi a térkép nekem. Dávid. Igen, én. Ne haragudj. Nézz hátra. Menő most oldal. Ne. Ezt meg kell tennem. Lába. Dávid szerintem amúgy rád fog folyni ott, de... De... Totálisan az X-nél vagyunk. És mi van, hogyha a levegőben van? Mert szerintem oda egyikünk sem nézett fel. Levegőben? Na várjál. De szerintem ott lesz a láva közepén jelzi amúgy. Igen? Aha. Hát a levegőben sincs, úgyhogy... Ahogy ja, akkor a láva közepén van. De tényleg amúgy úgy is néz ki. Tehát, hogy odafolyik. Várjál, itt azért lezárom a kiáratot még mielőtt itt... Vödrünk amúgy nincs, ugye? Nincs. Ez jó. Jó, néz ki. Ott már jártál. Áááá! Na várjál, akkor még lejjebb van, létezik az, Dév? Ne ígérj már, hát, itt a légy szíves. Nem tartom valószínűleg, de próbáljuk meg. Mert itt volt a közvetlen alatta. Hallok valamit. Hozzáll egy csákányt, légy szíves. De nekem sincs ez a baj. Hát menjél haza. Érte? Igen. Jó. Nekem is, légy szíves. Jó. Hozok akkor kettő egy csákányt, ha meg nem haragszol. Nem haragszom. Nem, most tört ketté az enyém. Hol lesz? Hol a kijárat? Hol a kijárat? Ó, bakker, befalasztam, hogy ne jöjjenek be. Ó, köszönöm. Jó, mindegy, legalább itthon érettem fel. Oké. Okay. Tehát mindennek megvan a jó oldala. Úgy vélem. Na, légy szíves. Akkor. Jól van. Opa, sietek. Opa. Au. Na várjál, akkor én csinálok egy olyat. És hozzál valami vödör vizet is, vagy valami. Ha tényleg amúgy. Elégszél arra a nőre. Egy másik bolygóra. Ja, igen. Másik. Azt hittem, hogy a izéje. Mi az Isten, a köténye az a szkafander. Igen. A köténye az szkafander. Na, gyere pajtásom. Gyere. Jövök az éjszakába. És érted, mennyit szívtunk ezzel a hülye bugival? Aztán ide jöttük volna. Dév, ide adod nekem a már cuccot? Kidobtam. Hova? El. De ahogy jöttem, azon az útvonalon. De. Na várjál. Most tényleg itt lásol? Ilyen alapos szinten? Találtam izét, tojásokat, Dév. Találta? Tojásokat? Aha, tojglinyókat. Na, visszamegyek. Ó. Ó. Mit találtál? Ó. Sötét van, Dév, nem látok semmit. Ó. Ó! Oh. Ó, oh, uncére bonunk! Várjál! Milyen kis izék ezek, ilyen NPC-k, megtaláltam az Engine Assembly-t.
9 David a neved. Ja, igen, de... Hello! Majd milyen békésen éldegélnek itt. Ja, mert ízi a retekmények. Szükségünk arra! Kiszedted a gabonáikat. Tisztelt, jó. Ez nem gabona, ez retek volt. De nézd, én tisztelt, hallod? Ez mi volt? Kiütöttem ezek valami. Ezek tuti valami gonoszak. Nem gonoszak, ezek jó fejek. Jó fejek? Na jó most viszont leszedem a gabonát is. Én is most kiloptam a chestet. Ismerkedjünk már, mi a nevük ezeknek? De ezek jó arcok. Látod, kis közé kertészkednek, meg minden. Tiszta kedvesek. Csak ellopom a gabonájukat innen bentről, na. Hát, ennyi amúgy. Hát figyelj. Nem vigyáztak rá. Érted, megjelennek itt az óriások. Valószínűleg azért vannak a föld alatt, mert hogy ugye kint nagyon veszélyes lehet nekik. De, de nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy itt... Nem... Halló, David, mi haver, ez a kút? Menj már innen. Menjél innen le róla. Vizünk van amúgy. Nem tudom kinyitni a chestet. Viszek vizet, ellopom tőlük a vizet. Na álljál meg, Dave. Kútba. Megy, ja már rajta állnak. De... Igen, megvan. Nálad van, vagy hol? Nálam van. De állítólag nálad is van. Engine Assembly, az a neve. Ja, nálam is van. Figyelted, hogy izé? Elkapott? Fél, itt repkednek valamik amúgy a levegőben, azt te is látod. Igen, tudom, az abból jött, amit kiütöttél. Úristen, de milyen agresszívak voltak, ezt fedezzük mit már fel, ezt a kis föld alatti világot. Hogy rám feszült, érted? Aztán, hát ez itt nagyon jól néz ki. Hogy elérdegélnek itt? Itt felmászunk. Még ki lehet vajon jutni? Nem tartom valószínűleg, de felmászhatunk. Jó, van, nézzük meg. De valószínűleg, hogy kijutunk rajta. Hát valahova csak kijutunk. Igen, de milyen kis izé volt, hogy izé? Elvetted a mit tudom én, Engineer Assembly-met. Nem azért, hanem azért rád bosszút, mert megütötted. Ó. Ez a főes... Ó, vigyázz! Jó van, menjél, vigyázzál Dave. Menjél innen! Oké, okay, meghalsz. Azt hittem meghalok. Hú, mennyi kukac van itt, te! Azért tiszta pszichedelikus. Lol, ez mi volt? De, mi? David játék is felrobbantotta egy denevér. De ezt kiveszed? Ja, nem tudom, mert nincsen nálam hely. Ezt eldobom. Komod én. Ezt is eldobom. Jaj, én inkább megyek innen kifelé. Malac! Malac! Hoppá! De várjál, mert jönnek ezek a kukinyók. Mik? Mi ez? Fel tud mászni? Ne csesszél. A lián ez, jó. Jaj, de jön a kukac már megint. Dave, gyere! Jövök. Ó, ennyi van. Jézusom. Ó, kijutottam. Itt egy disznaj. David, itt egy disznaj. Ó, kijutottam ide a rózsaszín fákhoz. Hát de disznaj. De Dave, de van nálam már disznaj. Üzében, tojásban vagy. Letesszük, azt úgy szaporodik. Tojásban? Tojásban van, igen. Lehet, akkor átteleportálok. Na, menjünk. Gyere. Jaj! Gyere! Szállj be, menjünk arra felé, arra, menj. Csak vigyázzál, le ne essünk, mert hülyét kapok. Hallod, hogy rám feszült a csóka? Jaj, bocsánat. Mi történik? Jaj, kivetted a kulcsot. Forduljál arra egy kicsit, ne menj bele a tűzbe, Dave, légy szíves. Nem arra, a másik irányba fordulj. Majd itt átmászunk, jó? Sőt, tudod, menjünk át a tűzön. Ne, Dave, fájni fog kocsinak. Verdának. A Verda. A járgány. Oké, parkoljál be. Hogy vagy te? Vrum. Tényleg, hogy ízél? Na, várjál, megvan, tegyük be gyere. Hadd én. Jó, akkor nálam is van egy. De nálam is van egy, úgyhogy két hidrojót építünk. Hova kell berakni amúgy? Ide a izébe. Hova? Ebbe. Dob be. Oké, okay, és most gyere, és nyom meg itt a gombot. Várjál, analyzing, és ezt. Engine unit installed. Azt, nyom meg. Constructing. Dobja be te is egyet, na.
Dob be, nálad. Minek már egyszer bedobtam. Nem tudom, hát lesz valami jó. Most eltűnt onnan a másik? Nem, kettő. Dávid, lol. Miért lett itt még egy bugi? Megnyomtam, construct. Na nézzük meg akkor. Dávid, itt a bugi, amit nézd. Látod? Itt a buggy. Buggy. Program AI. Nézd. AI. Mit mondott? In order to fly. I am damaged. There may be an undamaged AI in the cockpit of the large cargo vessel that crashed near us. You got a map. Az az előző volt, nem? AI hiányzik, nem? Annak érdekében, hogy ha egy craftolt hajóval repülj, szükséged lesz egy új AI-ra. Én meg vagyok sérülve. Talán van egy sértetlen AI a cockpitben, a hatalmas cargo vesszelben, nem tudom mi ez, ami közel hozzánk becsapódott. Addig ezt... Emelhetnénk oda a gyalog. Maybe. De ez az előző térkép, D. Ide adod? Ja. Oda kell menni. Ó! AI? Na várjál. AI? Dave. Igen. Mielőtt oda mennie. Ezt hagyjuk már a következő részre. Ez nincs olyan messze, nincs olyan messzi. Nem olyan nehéz megszerezni. A következő részben kiszedjük, én azt mondom. Mit szólsz oda? Jól van, hát akkor nem menjünk most le oda. Azt mondja, hogy Dave, még mielőtt lemennél, fontold meg kérlek a döntésedet. De úgy ugye az üdvét! Láttam, hogy jött. Nagyon megijedtem. Néztem átra, hogy gyorsan megegyem, tudod. Jaj, a biztonságos house-ban köszönjük el, aztán következő részen elmegyünk. Embered, ez nagyon jó. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a részt, hogyha mi hamarra várjátok a folytatást, és azt, hogy eljussuk erről a szigetről, vagy hát erről a bolygóra, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és lessétek meg a leíráson, ott érhetek el a menő zsidó cuccok, tovább a Dave-nek a csatornáját is meglelitek. Én Zsidó voltam, sziasztok!